Harmadik rész. Utazás Laputába, Balni Barbiba, Lugnagba, Lugdubdribe és Japánba. Első fejezet. Szerző megkezdi harmadik útját. Kalózok elfogják. Egy holland ember rossz akarata. Szerző szigetre jut. Laputába felszedik szerzőt. Tíz napig lehettem otthon, mikor meglátogatott William Robinson kapitány Cromwellisből a Jó Remény nevű 300 tonnás vitorláshajó parancsnoka. Valamikor seborvos voltam azon a hajón, melyet ő vezényelt Levantéba. Mindig inkább barátjának tekintett sem, mint alárendeltjének. Értesülve róla, hogy megjöttem, bekopogott hozzám, nyilván üdvözletre, mert másról nem beszélt eleinte. De aztán gyakrabban járt hozzánk, kijelentette, mennyire örül, hogy ilyen ragyogó egészségben lát. Aztán megkérdezte, hogy most már egész életemre megtelepszem itt. Hozzátettem, csak azért kérdi, mert ő bizony két hónap múlva hátsó Indiába utazik. Végre nyíltan kirukkolt vele, hogy így meg úgy, ne vegyem rossz néven, de gondolt rá, milyen jó lenne, ha én volnék a hajóorvos. Hogy kapnak magam mellé egy alorvost, meg két embert, hogy a fizetésem a megszokott bér duplája lenne, és hogy ő rájött, az én ismereteim tengeri tudományokban legalább olyan számosak, mint az övéi, hogy tehát ő tőlem mindig szívesen fogad el tanácsot, egészen úgy, mintha megosztanánk a hajó parancsnokságát. Annyi e fajta lekötelező dolgot mondott, oly becsületes embernek ismertem, hogy képtelen voltam ajánlatát visszautasítani. Az a szomjúság, hogy új és megint új tájakat lássak, minden balsósom dacára erősebb volt bennem, mint valaha. Csak a feleségemet volt nehéz meggyőzni. De végre is úgy nyertem meg beleegyezését, hogy gyermekeink jövendő boldogságát juttattam eszébe, amihez pénz és vagyon kell. 1706. augusztus 5-én indultunk, és 1707. április 11-én Fort St. George-ba érkeztünk. Három hetet töltöttünk itt, felújítottuk a legénységet, mert többen megbetegedtek. Innen Tonkinba mentünk, elhatároztuk, hogy itt hosszabb ideig tartózkodunk. Az áru, amit venni szándékozott, még nem készült el teljesen, nem is volt rá kilátás, hogy hamarosan szállítják. Éppen ezért vett egy nagy deregét, megrakta mindenféle áruval, amivel a tonkiniak a szomszéd szigeteken kereskednek, bérelt 14 embert a fedélzetre, ezek közül 3 vezzülöttet, és engem, mint parancsnokot, megbízott, kereskedjem a magam belátása szerint, míg ő Tonkinban elvégzi a dolgát. 3 napot vitorláztunk, mikor nagy vihar tört ki. Észak-kelet észak felé hajtott, aztán 5 napig szép időnk volt, nyugatról állandó széllel. A 10. napon 2 kalózhajóba vett üldözőbe, csak hamar utolértek. Az én deregém annyira meg volt rakva áruval, hogy nem haladhattunk gyorsan. Másrészt nem voltunk abban az állapotban, hogy védekezésre gondolhattunk volna. Mindkét hajó egyszerre ért be, a kalózok dühösen rontottak a fedélzetre, de hogy mindnyájunkat arcra borulva találtak, ezt adtam ki parancsba, csak megkötöztek bennünket, és 5 hagyva hátra a derege belsejébe hatoltak. A kalózok között egy hollandust vettem észre, akinek úgy látszott nagy tekintélye volt, bár nem volt egyik hajónak se a parancsnoka. Felismerte, hogy angolok vagyunk, és töredezett angol szavakba esküdött, hogy páronként összekötve a tengerbe lőket mindnyájunkat. Elég jól beszélek hollandusul. Megmondtam neki, kik vagyunk, és kértem őt, gondolja meg, hogy keresztények vagyunk és szövetséges ország alatt valói, hogy inkább indítsa a kapitányt irántunk könyörületre. Erre még jobban felbőszült. Ismételte vad fenyegetéseit, társai felé fordult és heves taglejtések közt japán nyelven beszélt hozzájuk, gyakran ejtve ezt a szót, Krisztiánosz. A nagyobbik kalózhajót japán parancsnoka vezényelte, aki tudott valamit hollandosul, nem sokat. Hozzám jött, és több kérdés után, melyekre alázattal feleltem, azt mondta, hogy nem fogunk meghalni. Mélyen meghajtottam magam, majd a hollandus felé fordulva így szóltam. Nagyon restelem, hogy több irgalmat találtam egy pogányban, mint keresztény testvéremben. Hamar volt okom rá megbánni ezt a bolond beszédet. A gonosz európai, miután sokáig hiába próbálta rávenni a két kapitányt, hogy dobjanak a tengerbe, nem akarták megszegni nekem adott szavukat, végre mégis elérte, hogy büntetést teszeltek ki részemre, mely sok tekintetben szigorú volt a halálnál. Embereimet két részre osztva átvitték a kalózhajókra, deregémre új legénységet raktak fel. Rám pedig kiszabták, hogy kicsin sajkába vízre bocsájtanak, evezőkkel és egy vitorlával.
négy napra való élelmiszerrel, amit a japán kapitány a saját készletéből megduplázott, nem tűrve azt sem, hogy emberei megmotozzanak. Leszálltam a csónakba, míg a hollandus, aki a födélzeten állt, átkokkal halmozott el, és gonosz szavakkal, amiket csak emberi nyelv kifejezhet. Egy órával a kalózok támadása előtt még méreteket eszközöltem. A szélesség 46. és a hosszúság 183. fokán voltunk. Alig voltam a kalózoktól látótávolban, kivettem zseblátócsövemet, és délkeleten több szigetet pillantottam meg. Kifeszítettem a vitorlát, a szél kedvező volt, gondoltam, talán elérem a szigeteket. 3 óra alatt el is értem az elsőt. Sziklás part volt, mégis találtam néhány madártojást, száraz tengeri gyomból tüzet raktam, és megsütöttem. Ez volt a vacsorám. Elhatároztam, hogy készletemmel addig gazdálkodom, amíg csak lehet. Egy cikla árnyába töltöttem az éjszakát, füvet raktam a fejem alá, és elég jól aludtam. Másnap a következő szigetre vitorláztam, innen egy harmadikra és egy negyedikre, hol vitorlával, hol evezővel. Nem akarom mutatni az olvasót e szomorú és egyhangú részletekkel. Elég az hozzá, hogy az 5. napon elértem az utolsó szigetet, mely az elsőtől kelet, dél-kelet felé fekszik. Ez a sziget nagyobb volt, mint a többi. 5 óra alatt elértem. Csak nem körülhajóztam, míg kikötésre alkalmas hely kínálkozott. Keskeny földnyel volt ez, 3-szor akkora talán, mint az én csónakom. Egész sziklás sziget volt. Néhol kis csomó füvek és édes illatú levelek. Ettem, ittam valami keveset. Maradék készletemet eldugtam egyikébe a számos barlangoknak. Találtam egy egész rakás madártojást és száraz tengeri füvet, amivel majd másnap tüzet rakhatok, és úgy, ahogy megsüthetem a tojásokat. Volt nálam kova, acél és gyújtóüveg. Egész éjszakámat abba a barlangba töltöttem, ahova készletemet rejtettem el. Ugyanaz a száraz fű és tengeri gyomb volt az ágyam, amit tűzifának szántam. Nagyon keveset aludtam. Bánatom és aggodalmam elvonta fáradtságomat, és ébren tartott. Beláttam, hogy lehetetlenség életbe maradnom e kopárvidéken, és hogy nyomorultul el kell pusztulnom. Oly nyomorultnak és levertnek éreztem magam, hogy nem volt erőm felkelni. Már magasan állt a nap, mikor végre rászántam magam, hogy kimásszak a barlangomból. Egy ideig a sziklák közt járkáltam. Az ég ragyogó tiszta volt, és a nap oly forrón sütött, hogy kénytelen voltam az arcomat elfordítani. Mikor egyszerre csak az történt, hogy a nap hirtelen elsötétedett, de valahogy másképp, mint olyankor szokott, ha a felhő áll elé. Megfordultam, s köztem és a nap között egy nagy, sötét testet láttam, mely a sziget felé közeledett. 2 mérföldnyi magasságba lebegett, és 6 vagy 7 percig eltakarta a napot. A levegő azonban nem lett hűvösebb, se az ég nem sötétedett el. Olyan volt, mint mikor hegy árnyékában áll az ember. Ahogy közelebb jött, átlátszatlan szilárd anyagú testnek bizonyult, melynek feneke alul lapos, sima és erősen fénylik, amint a tenger ragyogását visszaveri. 200 rövnyi magaslaton álltam, közel a parthoz, s egyszerre láttam, hogy ez a nagy test lassan süllyed, végre csak nem párhuzamosan állunk szemben, alig 1 angol mérföldnyi távolságban. Zseblátcsövemet szedtem elő, és akkor tisztán kivehettem, hogy a nagy test szélein emberek járkálnak fel és alá, ott, ahol az lejtősnek látszott, de hogy mit csinálnak, azt nem vehettem ki. Az élethez való természetes ragaszkodás azonnal élénken felújongott bennem. Remélni kezdtem, hogy ez a kaland valami módon kisegít reménytelen és kétségbeejtő helyzetemből. Egyúttal pedig szinte kábult ámulat fogott el. Szigetet látván lebegni a levegőbe, melyet emberek népesítenek be, mely süllyed és emelkedik, vagy siklik a levegőbe a lakók tetszése szerint. De nem lévén hangolva akkor, hogy egy csodás jelenségen tűnődjem, inkább lázasan figyeltem, milyen irányt vesz a sziget, mert néhány pillanatig csendben egy helybe lebegni látszott. Kevéssel azután közeledett felém. Láthattam kőkerítéssel körülvett parkjait, mögöttük lépcsőket és csarnokokat, több egymás fölé épített terrászt. A legalsó folyosón néhány ember állott, s mintha horgáztak volna valamire. Mások meg ezeket nézték. Meglengettem sapkámat, kalapom rég elveszett már, és zsebkendőmet a sziget felé, és torkom szakadtából kiáltozni kezdtem. Aztán figyelmesen vizsgáltam a hatást, és a sziget felé forduló részén embertömeget láttam összeverődni. Rám mutogattak, láttam, hogy felfedeztek már, bár nem válaszoltak kiáltásaimra. Aztán láttam 4 vagy 5 embert, amint nagysebesen fut fel a lépcsőkön, a sziget csúcsa felé, ahol végül eltűntek.
Úgy véltem, ezek nyilván rendelkezési jogot kérni mentek valami parancsoló személyhez, hogy intézkedhessenek. A tömeg egyre nőtt. Fél óra múlva megmozdult a sziget, és emelkedni kezdett. A legalsó folyosó most 100 rőfnyire közeledett hozzá. Könyörgő mozdulatokat tettem, s alázatos hangon imádkodtam a magasba, de senki sem felelt. Akik közel álltak hozzám, ruhájuk után ítélve kiváló személyek, komolyan tanácskozni látszottak, gyakran pillantva felém. Végre egyikük megszólított. Lágy, tiszta és udvarias hangom, mely kiejtésben az olaszhoz hasonlított. Olaszul feleltem, remélve, hogy a nyelv hangzása legalább kellemesen érintheti fülét. De nem értettük meg egymást, bár könnyen felfogható volt, mit akarok, mert hiszen nyomorúságos állapotomat szemükkel láthatták. Jeleket adtak, hogy jöjjek le a szikláról, és közeledjem a parthoz, amit rögtön megtettem. A repülőszigetekkor úgy helyezkedett el, hogy a széle éppen fejem fölött állt, mire az alsó folyosóról láncszerezkedett, alján kényelmes ülőpaddal. Erre ráültem, megfogóztam, és éreztem, amit csigák segítségével felhúznak.